Sziasztok! Hoztam nektek a heti jóslatot az október 24-től 30-ig terjedő időszakra. A kosoknak az érmék királynőjét húztam, az ördög és a kelyhek ászalapokat. A kelyhek királynője egy szorgalmas hölgy, egy ügyes, aki a két kezével is tud teremteni, az anyagiakkal remekül bánik, és megbízható. Akár te is lehetsz, hiszen az első tarólapon a hölgy nyugalomban van, tudja, hogy mit ér, anyagi biztonságban érzi magát, vagy valamilyen jó lehetőség lesz majd anyagiak terén. Az ördöglap, az egy nagy arkánum, önmagában valamilyen kísértést, függőséget is jelenthet, akár párkapcsolatban, hármas kapcsolatban, vagy anyagi területen is kísértést jelenthet, vagy egy olyan titkos szerelmi kapcsolatot, ami esetleg egy harmadik személy jelenlétét feltételezi, akár féltékenységet is lehet. Üzletben viszont stabilitás, sok pénzt, munkamániát is jelenthet, viszont új lehetőségeket kínál a harmadik tarólap, akár érzelmi területen is, hiszen a kelyhek ásza valaminek az elindulását jelenti. Az ördöglap azt üzeni, hogy ha valamilyen kötöttséged van emberekhez, anyagiakhoz, bármilyen függőséged, azt most elengedheted, elindulhatsz, hiszen ott vannak az új lehetőségek. Az elengedése jó ez az időszak, hogyha esetleg személyt akarsz elengedni, vagy valamiből ki szeretnél lépni, mert ez könnyedén megteheted, hiszen ott van a beteljesülés, valami energia elindul, ott van a szeretet, nyitott szívcsakra, tehát ezt az energiát el tudod indítani. A bikáknak a kardok királyát húztam, a bolond és a botok 8-as tarólapot. A kardok királya egy tetterős, okos férfi energia, aki tapasztalt, és az éles eszével bármit meg tud valósítani. A bolond lapja arra hívja fel a figyelmet, hogy valami most elkezdődik, valamibe nyugodtan beleugorhatsz, hiszen a botok 8-as egy olyan tüzes, hirtelen energia, ami jó lehetőséget kínál neked, akár munka, pénz, párkapcsolati téren is. A szerelemben jöhetnek új dolgok, esetleg kalandok, az üzletben is, ha jönnek jó lehetőségek, most érdemes beleugrani, tehát nem agyalni a dolgokon. Tehát ami ismeretlenül jön az életedbe, vakberő vagy, bátor vagy, tanulást, fejlődést hoz neked, mindenképp meg kell valósítani. A botoklap egy olyan tüzes energia, ami gyorsaságot hoz, tehát bepörgnek az események, te is tele vagy energiával, valamilyen jó hírt kaphatsz, vagy valamilyen olyan lendületet kapsz, ami ha esetleg elakadás volt számodra, az most bepörög, megfelelő impulzus és pozitivitás, ami lesz ezen a héten neked. Az ikreknek a karduk 4-est húztam, az érmék 8-ast és a kelyhek királynőjét. Az első tarólapon látjuk, hogy a hölgy egy kicsit magába fordul, mintha begubózna. Lehet, hogy nyugvópontra érkeztél, vagy túl sokat dolgoztál és pihenésre van szükséged. Az is lehet, hogy egy kicsit kimerültél, vagy épp valamilyen betegséged volt, de az érmék 8-as hozza a lehetőségeket, hiszen hogyha esetleg valamin gondolkodsz, ami anyagi eredetű üzletben, munkában, azt mutatja a kártya, hogy nyugodtan hallgass a megérzéseidre, zárd ki a szívedet, és hallgass az első megérzésre. Ezen a héten jó esély van a fejlődésre, a tanulásra, jó kezdet, ami egy kicsit lassúbb folyamat, kisebb sikerek jöhetnek, vagy valamilyen probléma megoldódik. A lényeg az, hogy jó kilátások lesznek, viszont a folyamat lehet hosszabb. A harmadik tarólapon egy hölgyet látunk, aki az energiáit mozgósítja valamilyen ügy érdekében, párkapcsolat, anyagiak, bármi, ami neked fennáll. Ezt a női energiát hoz ki magadból, azt üzeni a kártya, nyugodtan csábíts, bízz a megérzéseidben, varázsold el a környezetedet, add meg magadnak, ami jár. A rákoknak a kardok 2-est húztam, a botok 6-ost és az érmék 6-ost.
két hatost is kaptunk, tehát családi vonatkozásban mutatnak erővel a lapok. Van választási lehetőség, hiszen ott van a kettes, tehát valamilyen döntést is hordoz, amin agyalsz. Lehet, hogy valamilyen munka vagy pénzzel kapcsolatos ügy, hiszen az érmék, vállalkozás, üzlet, munka, ezeket a területeket foglalják magukba. Olyan, mintha kétségbe estél volna, vagy megrekedtél volna, látjuk a hölgy a tarólapon, olyan, mintha nem látna valamit tisztán. A kártya üzenete, hogy ne hallgass másokra, hiába kárognak a varjaka. Fejed fölött te mégis egyensúlyban leszel, hiszen a botok hatos önmagában hozza a megoldást, hiszen látjuk a babérkoszorút, ott van a hölgy kínál a fényben, Viktória győzelem, tehát teljesen pozitív a kép, tehát tüzes energiák lesznek jelen, tehát olyan jó lehetőségek lesznek anyagiak terén, amit hosszú távon jó, hiszen látjuk, hogy az érmék hatoson is ki vannak egyenlítődve az energiák, az adok-kapok egyensúly megvan. Lehet, hogy egy hirtelen ötlet, vagy egy segítőkész támogatás érkezik most az életedbe, amit el kell fogadnod. Az anyagiakban tovább léphetsz. Lehet egy új munka, akár szerelem, vagy bármi, ami egyensúlyban van. Az oroszlánoknak a kelyhek lovagját húztam, a botok hármast és az érmék kettest. Érzelmi területe lehetnek változások, jó lehetőségek, hiszen látjuk az első tarólapon is ott egy férfi, aki rózsacsokrot nyújt neked. Ha nincs párod, valaki belovagolhat fehér lovon, ott van a kis boríték, üzenetek, kommunikáció megindul. Ha párt keresel, akkor elindulhatsz és válogathatsz, hiszen a középső tarólapon a hölgy már elindult, és nagyon jó lehetőségek várják. A botok magában egy tüzes energia, stabil vagy, megvan az önbizalmad, optimista vagy, elindíthatsz valamit. Ha anyagi vonatkozást nézzük, hiszen az érmék kettes, valami döntéshelyzetet jelölhet a munkában, vagy anyagi területen, az is lehet, hogy valamilyen kiegészítő tevékenység, vagy plusz munka, ami jó lehetőségként jön be az életedbe. A szüzeknek a csillaglapot húztam, a kelyhek 8-ast és a kardok 10-es lapokat. Látjuk, hogy egy ciklus véget ér, tehát a 10-es a beteljesedés száma, a csillaglapja pedig mindezt elősegíti. Azt üzeni neked, hogy hallgassa meg érzéseidre, biztosan tudod már a megoldást, akár párkapcsolatban, vagy anyagiakban lesz változás, ami aktuális az életedbe, vagy már valami megérett az elengedésre, most megteheted. Tenned kell érte, és energiát befektetni. Intuitív ötleteket is mutathat a kártya, amit meg tudsz valósítani. Ez egy védelmező kártya, ami harmonikus, tehát olyan, mintha már béke lenne az életedben, ott van az öröm, a szerelemben is, hogyha párt keresel, hinni kell benne, tenni kell érte, és nagyon szép dolgok várnak rád, egy tartós kapcsolat, ami a csillagokban meg van írva, ugyanúgy az üzletben is, tehát mindenképp siker és pénz, ami a befektetett munka után jár neked. Tehát hosszú távú dolgokat most meg tudod teremteni. Tökéletes egészséget, gyógyulást hoz ez a csillaglapja. A kelyhek 8-as lapon látjuk, hogy a hölgy elindul a fény felé, tehát ami már beérett neked, amit el kell engedned, új utakra léphetsz. Olyan, mint egy új feladat, vagy egy új munka jönne az életedbe, és a régit magad mögött hagynád, de ez törvényszerű, karmikus. A kardok 10-es már olyan, mintha egy kicsit olyan stresszes állapotban lennél, mint a hátba szúrtak volna, tehát ez is valamilyen elszakadást, elindulást jelent, szakítást is esetleg párkapcsolatban, de mindenképpen ott van egy tudatos lezárás és egy új folyamat elindítása. A mérlegeknek a világlapját húztam, a botok 7-es és a botok királynője tarólapokat. A világlapja önmagában egy ciklus lezárását jelenti, tehát valahova megérkeztél, hiszen a nagy arkánum utolsó lapja. Biztonságban vagy, ott vagy egy körben, védelemben vagy. Tehát olyan, mint a célodat elértél volna, valamilyen feladatot beteljesítettél volna, tehát egy ilyen teljesség érzése, vagy betegségből való felgyógyulást is jelenthet, de mindenképpen sikert és szerencsét hoz ez a kártya neked.
A botok energia pedig tüzes energia, ami ugye hirtelen megvalósulást ígér, tele vagy energiával, a középső lapon ül a hölgy, és nem engedi magát kibillenteni, tehát ha támadások is érik, ő nyugalomban van, tudja, hogy védelemben van. Itt már egyfajta érési folyamat van, megteremtetted magadnak a külső, belső biztonságot. Büszke vagy, temperamentumos, hiszen ott van a tűz energia, teremtesz a kezeddel, tehát amit akarsz, mindent be tudsz vonzani. Spiritualitásban is előre menetelt mutat egyébként a kártya, hiszen látjuk, hogy mindkét lapon, a taróból, amit kihúztam, ott vannak a mécsesek, ott van az energia, ott van a védelem. Egyfajta cselekvés, teremtés látszik a képen. Belevághatsz bármilyen dologba, mert hamar meg fog valósulni. A skorpióknak a nap kártyát húztam, a szeretőket és a kardok lovagját. Két nagy arkánumot is kaptunk, tehát jelentős lesz ez a hét. Tele vagy energiával, a nap kártyája maga pozitív, tehát minden jó lehetőséget hoz. Ott van a napsütés, élvezheted az élet napos oldalát, optimista vagy, kiegyensúlyozott energiában. Vidámság, melegség, önbizalom, termékenység, minden, amit hoz neked ez a hét. Lehet, hogy kibékülés, esetleg a párkapcsolatban volt egy kis vita, akár hivatalossá tétel, eljegyzés, költözés, fogantatás, tehát csupa jó dolog. A szeretők lapja is, ha párkapcsolatban vagy, akkor kiegyensúlyozottságot mutat, hiszen láthatjuk, hogy ámornyila eltalálta őket, ott van a nyíl, a hölgy vállán, egymás energiájában, aurájában vannak. Hogyha párt keresel, akkor is jó lehetőség. Egy kis távolság viszont lehet, hiszen látjuk, hogy a harmadik tarólapon valaki hátat fordít, tehát az is lehet, hogy egy kicsit távol lesztek egymástól, ami ki fog egyenlítődni. A szeretők lapja magában ugye a választást is hordozza, tehát egy nagy szerelmet látunk, egy karmikus kapcsolatot, de ez hűtlenséget is hozhat, hiszen látjuk, hogy ugye három személy jelenik meg. Tehát, hogyha egy olyan kapcsolatban vagy, most épp ideje, hogy lezárd és kilépj belőle. Annyira soknak a botok lovagját húztam, a kelyhek királyát és a botok négyest. Csupa pozitív lapok, tüzes energiák, valami nagyon gyorsan történik, tele vagy energiával. Látjuk, hogy az első tarólapon a hölgy pozitív, lendületben van, élményeket gyűjt, tehát te is légy nyitott, szenvedélyes, hiszen egy forró időszak kezdődik az életedbe. Ha párt keresel, akkor egy érzelmes párt találhatsz magadnak, hiszen látjuk, hogy egyensúlyban van minden. Lehet, hogy egy vészegyű férfi, illetve hölgy lép majd az életedbe, akivel nem indul valami, ünnepelnek az utolsó tarólapon, tehát jár társaságba, nyiss egy kicsit, foglalkozz magaddal. Bíz a megérzéseidben, csábíts, használd az energiádat. Életigenlést látunk, tehát egyfajta nyitottságot, és amit eltervezel, az könnyedén meg tudod valósítani. A bakkoknak az érmék királyát húztam, az igazság és a remete tarólapokat. Az első tarólapon látjuk, hogy a férfi nyugalomban van, egyfajta vonzerővel rendelkezik, élvezi az életet, biztonságot sugároz, gyakorlatias, és a pénzügyi sikereket ér el. Befektet valamibe, új vállalkozást indít, vagy valami olyan energiát, ami neki biztonságot ad pénzügyi területen. Az igazság lapja arra hívja fel a figyelmet, hogy egyensúlyban vagy, nyugodtan gondold át a dolgokat, mert bármibe bele akarsz kezdeni, az támogatva van, viszont hosszabb megvalósulást igényel, tehát nem kell elkapkodni a dolgokat, hanem át kell rágni mindent. Esetleg olyan jogi probléma, vagy jogi ügy van neked, akkor át kell gondolni azt is, lehet, hogy egy kicsit csúszik, vagy hosszabb megvalósulást ígér. A remete kártya azt mutatja, hogy valamit át kell gondolni. Nem baj, hogyha egy kicsit visszahúzódsz, pihensz egy kicsit, vagy túl sokat dolgoztál, vagy sok teher volt rajtad. Itt az ideje, hogy szembesülj azzal, ha valamit elrontottál, és egy új energiával pozitívvá varázsold az életedet. Folyamatos tanulási folyamatot látunk,
az üzletben is lehet, hogy egy kicsit valami nyugvópontra ér, nem kell elkapkodni a dolgokat. A remete kártyája azt mutatja, hogy te már a helyzet magaslatán vagy, megfogalmaztad, mit kell tenned, és mások számára is utat mutatsz. Higgadt vagy, spiritualitást is jelenthet a kártya, tehát egyfajta lelki fejlődésen is keresztül mész. A vízöntőknek az érmék 4-est húztam, a kardok 3-ast és a kardok ásza lapokat. Most a kommunikációban lehetek is megakadás, látjuk, hogy a középső lap sötét tónusú, szívügyekben, kommunikációban nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnéd. Az érmék 4-es is azt üzeni, hogy valamihez túlzottan ragaszkodsz, ez lehet egy kapcsolat is egyébként, vagy az anyagiak lehet ott túl merev vagy, vagy egy olyan mókuskerékben vagy benne, amiből most ott a lehetőség kitörni, ha szép fájdalommal jár akkor is. Sokatoknál ugye hármas kapcsolat van, hiszen megjelenik a hármas szám, át kell értékelni a dolgokat, és a józan eszedre kell hallgatni, hiszen ott van a kardok ásza. Most valami elindul, valamit, amit megfogalmaztál, kigondoltál, el tudod indítani. Olyan, mintha megvilágosodtál volna, kijózanodtál volna. Ezt ugye párkapcsolatra, ha vonatkoztatjuk, akkor egy elengedést is jelenthet, hiszen már lehet, hogy régóta ott érik benned, tehát most megteheted. Jó esély most a tisztázásra, tehát meg kell beszélni a dolgokat vitamentesen, és fontos döntéseket lehet hozni ez ügyben. A halaknak a botok 10-est húztam, az érmék 3-ast és a szerencsekerék lapokat. A botok 10-es tarólapon látjuk, hogy a hölgy terhet cippel, sötétben tapogatózik, bárki van világítva az út, lenne segítség, mégis önállóan cipeli, mintha önként vállalt terhet cipelnél, ez lehet a családban, vagy a munkában is, hogy túl sokat vállaltál magadra, tehát lehet, hogy ez az időszak túlterhelést hozott neked, és egy kicsit lement az energiaszinted, most ezt kell növelni, hiszen meg lesz rá az esély. Hétvégére már a helyzet magaslatán leszel. Ha rögös az út, akkor is akár a munkában, akár anyagi területen, hiszen érméklapokat is látunk, ott van a fejlődés lehetősége. Ne vállalj magadra a munkahelyen plusz feladatokat, ne csináld meg mások helyett a munkát, mert nem fogják kellően értékelni. Add meg magadnak, ami jár, neked is kell pihenni. Megvan a képzettséged, a tudásod, hiszen látjuk, hogy a középső tarolapon is mintha egy magasabb szintre emelkedtél volna. Húzd meg a határokat, mert ott van a tovább lépés, akár egy sikeres vizsga, egy új pozíció, előléptetés. Tehát látjuk, hogy összedolgoznak egy projekten, munkában az emberek, jó az energia. Lehet egyébként az is, hogy kreatív munkában vagy, valamit meg szeretnél valósítani, és az okoz neked örömet. A szerencsekerék, ugye az utolsó tarólap egy 10-es, lehet egy ciklus lezárása is, valami új munka, új pénzkereseti lehetőség, bármi karma kerekét látjuk, amely körbeforog, egyszer fent, egyszer lent, most jönnek a pozitív dolgok, tehát ha az anyagi világhoz köthető dolgok jönnek neked, azt ki kell aknázni. Olyan, mintha egy teremtő folyamat befejeződött volna, és egy új ciklus kezdődik. Egy új karmakör, az is lehet, hogy lesz egy új lehetőség, nem kell habozni, párkapcsolat vagy szerelem, vagy munkaterületén bele kell ugrani, hiszen ez egy karmikus, amit meg kell lépned. De szerelemben is egyébként egy jó, pozitív kapcsolat jöhet az életedbe. Döntéshelyzeteket is hozhat ez a tarólap. De mindenképp szerencsés fordulatok és új lehetőségek várnak rád.